2022. október 1. szombat reggel 9 óra elérkezett az indulás ideje. Ciao. Ma még nem tudom, mikor megy a busz, egyelőre kitettem a csomagokat ide az apartman elé. Mondták, hogy jönnek, fölteszik majd a buszra a csomagot, és akkor utána délutáni indulásig lesz egy szabad program. Hát körülbelül 3 órát mondott az idegenvezető, de hát, hogy ezt tartják-e, ezt nem tudom. De megpróbálom majd jól kihasználni ezt az időt, és szép felvételeket csinálni. Bőrön berakva hátra a buszra, és mutatom vissza úton a helyemet, 1D. Itt fogok ülni. És megkérdeztem a sofőrt, 3 óráig van szabadidő, 3-kor indulunk visszafelé. Akkor 3-ig szabad program. Egy panorámát még gyorsan mutatok. Az iskolával szemben állnak a buszok. Rögtön a szélső a miénk, és mindig ez a gyülekező tér az induláshoz. Mögöttem a tenger, és egy utcakép innen. Milyen szép a House Katerina, és hála Istennek szép időnk volt, jól kifogtuk az időjárást. Az előző turnus mondta, hogy nem volt olyan szerencséjük, 2 nap is esős volt. Nálunk meg kedden esett egyszer. Valamikor hajnalban és délután volt egy kis esőpermet és kész is. Egy nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Minden csendes. Lassan zár Szárti, zömében az apartmanoknál ez volt az utolsó hét, s vége a szezonnak. Milyen szép ez a nyaraló is itt a sarkon. Vele szemben a kosárpálya, a focipálya, meg locsolják a gyepet. Vannak itt ilyen gépek is, ezek elég jó állapotúak, de ez csak a hotel pontos vendégei számára bérelhetőek. Tehát aki itt száll meg, annak ez a bringa garantált. Thanks. És már megy is a csapat a hotel pontosból egy bringa túrára. Rájöttem a tengerhez, hát hamisítatlan. Gyönyörű. Mellettem egy bár. És Szárti tényleg nagyon jó választás emiatt, a sárga, finom, puha homokja miatt. Nincs se kagyló, se sűn, se medúza, semmi tengeri bökőszúró herkentyű. Amit leginkább szúr, az kint a gazban ezek a bogáncsok meg tövisek. Annyira megkívántam a vizet, hogy úgy döntöttem, mindjárt visszajövök és úszom egyet. Azért még páran vannak arra. Hát egy olyan 20 méterre vagyok a parttól, és levettem egy pillanatra a kamerát. És tényleg nagyon jó a víz, már derékig ér. Kellemes homok az alja. Most pont jó idő van, nem tűz úgy a nap sem. Hát akkor úszkáljunk egy kicsit.
de jó! Nagyon tuti! Na, ezt meg lehetne szokni. Na, jó meleg a teteje. Finom homokos az alja. Csúcs. Hát, szuper volt itt Szártin. Fájó szívvel megyek haza az esős, jó öreg Magyarországra. Ilyen kis nyugis helyek vannak itt. Be kellett kenni magam, mert a nap még mindig tűz. Gránátalmák itt halmokban. Na, Büdös Bence azért itt is van, látom. Nehéz egy ilyen szép helyet itt hagyni. De hát lassan muszáj. Indulunk vissza, lejárt az egy hét. De én nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy ti is. Még pár felvételt majd csinálok, és mindenkit várok legközelebb is. Köszönöm, aki velem tartott. Én azért itt most elköszönök, de lesznek még felvételek. Ciao mindenkinek, sziasztok! Görög idő szerint most van 3:43, látom már fönnülnek és járatja a buszamotort, úgyhogy én is felszállok. 3 óra, pontosak vagyunk, el is indultunk vissza.